fontos, hogy mindenki ismerje és tisztában legyen a HPV betegség kialakulásának okaival. Körülbelül 8 éve oltjuk ezt a HPV oltást, és ami ez most már eléggé ismert, hogy ez a méhnyakrák, így nevezik, a méhnyakrák elleni oltás. De azért hozzátenném, hogy ez nem kizárólag a méhnyakráktól véd, ez az oltóanyag, hanem véd a nemi szervi szemölcsök ellen is, illetve a szájüregé végbéldaganatoktól is véd. Dr. Barna Györgyi elmondta, hogy sajnos az oltás utáni igény évről évre csökken. Most mondhatjuk azt, hogy siralmas, itt nálunk legalábbis a jelentkezők száma, akik kérik. Tehát elsősorban ugye a szülőket kell meggyőzni erről. És mi folytattunk is kampányt, igazából én még előadást is tartottam ez ügyben, de hát nagyon csekély az érdeklődés, úgy vesszük észre. Kicsit talán az oltás ellenes. Az oltás ingyenesen igényelhető. Az iskola 7. osztályos gyerekeiről van szó, akiknek a védőnő kiküld egy tájékoztatót, illetve egy igen-nem válasszal ellátott kérdőívet, és ott kell jelezniük azt, hogy kérik vagy nem kérik az oltást. Ez így működik. Az oltás két részletben történik, amit ősszel és tavasszal kapnak meg a diákok. A mai gyerekek szexuális érettsége jóval előbb kialakul, mint ami a régi időkre volt jellemző. Ma úgy tapasztaljuk, meg szerintem mindenki úgy látja, hogy sokkal-sokkal előbb van a nemi érés, és hát előbb kezdik a szexuális életet is a fiatalok, tehát ezt akkor érdemes megkapni, ezt az oltást, amielőtt tulajdonképpen ilyen jellegű tevékenységet folytat a fiatal. Mert ez akkor jelent igazi védelmet. És HPV vírussal egyébként megfertőződhet valaki többször is, főleg ugye a tünetmentes férfi át tudja adni ugye a nőnek, aki élete során többször is megfertőződhet vele, és az az igazi védelem, hogyha ezt még azelőtt kapják meg a gyerekek. A betegség nőgyógyászati vizsgálat útján derül ki, így fontos éves szinten ezeken részt venni. A szülőknek idén szeptember 13-áig van lehetőségük leadniuk az iskolában írásbeli nyilatkozatukat arról, hogy kérik-e a 7. osztályos gyermekük számára az ingyenes humán papilloma vírus elleni oltást.